Miért fantasztikus vállalkozni? Ma erre keresünk a választ, és erre keresünk érveket, hiszen mind a ketten így gondoljuk a Bencével, úgyhogy szervusz Bence, üdvözöllek! Szia István, én is üdvözlök mindenkit! Szóval annak ellenére, hogy most egy elég nehéz időszakot élnek meg a vállalkozók, sőt, hát nyilván az alkalmazottak is, de én azt gondolom, hogy tényleg fantasztikus dolog vállalkozni. Egy egészen más életet lehet élni, mint hogyha az ember akár másnak a szekerét tolja. Hogyan látod, Bence, mi az, ami miatt számodra nagyon vonzó? Én először is azzal kezdeném, hogy szerintem azt szokták meg a nézőink, hogy mindig valamilyen nagyon racionális témáról beszélünk, tehát hogy olyan, ami logikus, jól felépíthető és kevéssé az érzelmi részről, ez pedig egy olyan téma, aminél nyilvánvalóan az érzelmek közre játszanak, nyilván ami majd itt elhangzik, abban nagyon sok racionalitás is lesz, de talán az is izgalmas, hogy akik így hozzászoktak ahhoz, hogy mi mindig itt picit ilyen mérnöki módon gondolkodunk, számunkra miért lehet egy olyan témát felvezetni, ami azért sokkal inkább egy érzelmi dolog, vagy tehát, hogy emocionális alapokon nyugszik. Nekem az első és talán legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban mondanék, hogy aki nem vállalkozott még, az valószínűleg azt hiszem, hogy a Napoleon Hillnél van ez a mondás, hogy olyan, mint a vaknak elmondani, hogy milyen is a piros. Tehát, hogy aki nem vállalkozott, annak azért hát óriási hátránya van, de azért abban igyekszünk itt a következő percekben, hogy számára is, vagy számotokra is hozzunk olyan érveket, ami alapvetően elgondolkodtat, hogy akkor mégiscsak érdemes lenne vállalkozni. Az első és legfontosabb talán az, hogy az emberek, akik alapvetően alkalmazottként élnek, vagy szóval, hogy így távol állnak a vállalkozástól, ők olyan pozícióban gondolkodnak, olyan dolgokat akarnak megszerezni, amit más emberek állítottak ki nekik, úgymond egyfajta jutalmul, hogyha majd, nem tudom én, teljesítesz 2-3 évig bizonyos dolgot, akkor majd magasabb szintre kerülsz, vagy akkor több pénzt kapsz, vagy a bértáblában lépsz egyet előre, stb. És hogy vállalkozóként pedig mi hozzuk létre azokat a jutalmakat, úgymond saját magunk számára. Tehát, hogy nem versenyzünk pozícióért, és akkor elhappoljuk más elől, hanem sokkal inkább a lehetőség arra megvan, hogy teremtsünk a semmiből valami olyan dolgot, ami előtte nem létezett, és hogyha nem lennénk, akkor az egy nem létező, nem tudom én, pontja lenne a világegyetemnek. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez például egy nagyon fontos, a bőség gondolkodás szempontjából egy nagyon fontos szempont lehet, hogy vállalkozóként, tehát akár a semmiből hozol létre dolgokat, és ezért nincsen versenytársad, saját magad, a saját kreativitásod és a saját magadban lévő potenciál az, ami egyfajta kvázi versenytárs, hogy ki jön-e belőled, vagy nem jön ki. Hát igen, nekem is ez az első, amit felírtam egyébként, hogy a teremtés, tehát hogy tudsz szabadon teremteni, és nem más mondja meg, hogy mit csináljál, hanem teremted, de ez már kapcsolódik a következő dolog, ami nekem gimnáziumi matematikai versenyek óta egy fontos dolog, hogy sikerélményt hoz. Tehát elérsz valamit, ami nem feltétlenül pénzben mérhető, sikerélményt hoz, és a sikerélmény a teremtéssel jár valahol nálam együtt, hogy olyan dolgot tudsz kitűzni magad elé, amit magad meg is tudsz valósítani, és nem azért, mert mások elismerik, hanem azért, mert magadért teszed, tehát a saját önmegvalósítás. Nekem még van, nyilván ugye félértés ne essék, tehát nyilván van egy csomó nehézsége és terhe a vállalkozásnak, de ma nem arról beszélünk, hanem hogy miért fantasztikus. Tehát azért nem csak pozitív oldala van, természetesen, de ami a lényeg, hogy nekem van például egy olyan nagyon nagy különbség, és ami úgymond a hátborzongatás, tehát ilyen rossz érzést okozna, hogyha alkalmazott lennék, hogy no limit. Tehát a saját vállalkozásom, amit kitalálok, legyen az, amivel foglalkozom, ingatlan, vagy a sikervitamin, vagy közösen egy könyvet írunk, ebben nincsenek limitek. Tehát nincsen az benne, hogy van egy plafon, egy üvegből lévő, talán át tudsz látni fölfelé, de nem tud áttörni.
És nekem ez egyik fantasztikus dolog benne, hogy magamra lehetek mérges, amit nem érek el, és magamra lehetek büszke, amit elérek, de a lényeg az, hogy nincs limit. Tehát nem, nincsenek abban korlátok, amit mások szabnak meg nekem. Persze vannak korlátok, nyilván a körülmények Magyarországon egyébként is egy picit nehezebb mondjuk, mint nyugaton, de sokkal könnyebb mondjuk, mint Oroszországban nyilván vállalkozni. Tehát vannak persze külső limitek, de belül nincsen ilyen limit, és emiatt szerintem nagyon nagy a döntési szabadság. És ez egy nagyon lényeges dolog, hogy az ember szerintem akkor szabad, ha dönteni tud az életéről, és nekem ez a döntési szabadság az, ami meghatározó, hogy nem felettem történnek a döntések, hanem én döntök. Még ha rosszul, akkor is én döntöttem. Igen, ez szerintem is nagyon fontos, én is ezt szintén felírtam, tehát akkor egy rugóról jár az agyunk, pedig nem beszéltük előtte meg. És ez ugye a pénzügyi szempontból is egy nagyon fontos dolog, ez a nincs limit, hogy tulajdonképpen, ahogyan Bob Proctor mind a kettőnk számára egy nagyon nagy becsben tartott mentor, nagyon sokat szoktam mostanában hallgatni, és ugye ő mondja azt, hogy a világ az, mondják, hogy tágul, de valójában egyre kisebb, egyre gyorsabban eljutsz a másik oldalára, és hogyha vállalkozó vagy, akkor a másik oldaláról is lehet bevételed, lehet ugye ez a több forrású jövedelemnek nevezi ő maga el, és belegondolva tényleg, hogyha alkalmazottként, még hogyha egyébként egy nagyon jó állásban is van az ember, akkor is lehet, hogy fizetnek neki 1-2-3 millió forintot, de az egy ilyen kvázi olyan limit, aminél tovább nincsen, csak akkor, hogyha majd valamit olyat letesz az asztalra, vagy adott esetben még több időt elvesz a magánéletéből, a szabadidejéből, még inkább több időt kell töltenie majd azzal, ami lehet, hogy nem is annyira ösztönzi, nem is annyira az élet célja, de az a célja, hogy többet keressen. Ezzel szemben, ugye Bob Proctor mondja, hogyha létrehozol több forrású jövedelmeket, lehetséges vállalkozóként, hogy egyik napra a másikra 3-4-5 újat találsz ki, úgyhogy ez nem egy új munka, vagy nem egy új, nem is tudom... Nem egy új munkahely. Nem egy munkahely, és nem feltétlen arról van szó, hogy az idődet, sőt, a több forrás jövedelem az pont nem arról szó, hogy az idődet teszed pénzé, vagy legalábbis állandó szinten teszed pénzé, hanem egyszer kitaláltad, és aztán utána pedig alkalmanként, számlázol alkalmanként van módod arra, hogy ott valahogyan azt a jövedelmet, amit ott megtermelt neked az a folyamat, azt ki tud venni onnan. Tehát ez is vállalkozóként egy nagyon szuper társasjáték, úgymond, hogy észrevegye az ember azt, hogy hol hagy pénzt az asztalon, hol van lehetőség arra, hogy akár megduplázza, megtriplázza, meg tízszerezze a bevétel forrásainak számát, és szerintem nem lehetetlen egyébként ezt megcsinálni, csak egy kicsit rá kell állítani az embernek a gondolkodását. Hát igen, és hát ez a no limiten túl még egy fontos dolog számomra, hogy persze lehet, hogy többet dolgozik, tehát időben nem dolgozik az ember kevesebbet, mint vállalkozó, sőt, legtöbb vállalkozó sokkal többet dolgozik, mint egy normál, törvény szerinti alkalmazotti státuszban lévő ember, viszont ami nekem nagyon nagy szabadságfogot, az akkor dolgozom, és úgy dolgozom, ahogy én akarok. Tehát ez alatt azt értem, hogy nyáron majdnem 3 hónapot, vagy összességében a teljes időt szerint több mint 3 hónapot a hajomon tudok tölteni, vagy tudok utazgatni bármikor, vagy nem egyszer előfordul, amit nagyon szeretek, nem szoktam mindig beharangozni a csatornámon sem, hogy ne hergelyek másokat, de mondjuk egy keddi vagy egy szerdai napon reggel beülni a kocsiba, és elmenni az Ázsia spába, és ott tölteni egy egész napot, pihizve, szaunázva, olvasgatva, tanulva, szellemileg táplálkozva, jól érezve magamat, ezt elég gyakran meg szoktam tenni. Úgyhogy ez a nem kell kevesebbet dolgozni, de akkor, amikor én és a magamnak kell megfelelnem, ez nagyon-nagyon fontos, és még a munkával, hiszen a vállalkozó is dolgozik, és nem feltétlenül gondolom, hogy csak abba kell gondolkozni, hogy ugye ne az időm, ez az időmet adom el, tehát ez a sémába gondolkozzál mindig, lehet, hogy az időt adod el,
de az is lehet örömteli, ha jó emberekkel dolgozol, és ez itt a lényeg, hogy kivel dolgozol. Legyen az munkatárs, legyen az ügyfél. Tehát nálam is van olyan, vagy volt olyan ügyfél, akit kidobtam, akivel nem akarok dolgozni. Akivel viszont, ha nem is keresek annyi pénzt, de van, akivel viszont szívesen dolgozom. Tehát a munkatársaknál egyáltalán kikkel körülveszem magamat, ami a klímámat, a kis mikroklímámat, érzésemet, életemet, életem minőségét meghatározza, azt én tudom megválasztani. Még egy munkahelyen azért nem így van, a főnökkel van sokaknak gondja, mert más az elképzelés, vagy egyszerűen hülye. Biztos van a munkatársak között egy-két troll is. Tehát nem, nagyon ritka az ideális munkai környezet, itt pedig én választhatom meg, hogy kivel dolgozom, meddig dolgozom, mikor. Igaz, hogy sokat kell dolgoznom. Ez tény. Hát azt hiszem, hogy tényleg, nem is tudom, ez ilyen sorsszerű, hogy mind a hármat elmondtuk egymástól, legalábbis én is ezt a hármat írtam föl. Ez a negyedik, vagy ez, amit István említ, ezt van egy olyan amerikai mentor, aki négy vállalkozói szabadságnak festi le, hogy ugye akkor dolgozol, amikor akarsz, ugye nincsen felső limitje a keresetnek, tehát hogy amennyit nem szégyelsz, annyit viszel haza, azokkal, akikkel szeretnél, és egyébként pedig tényleg olyan projekteken, amin úgy érzed, hogy érdemes dolgozni. Tehát pont egy könyvét hallgattam, ami arról szól, vagy amiben kitalált egy ötletet, és aztán utána nem ő csinálta meg, pedig nagyon sok bevételt tudna vele termelni, pont egyébként a könyvírásról van szó, hogy milyen jó biznisz a könyvírás, de azt mondta, hogy ő nem akar ezzel foglalkozni, nem ez a vágya, nem ez a motivációja, nem ez az életcélja, és ezt odaadta a saját üzlettársának, hogy akkor hajrá, akkor csináld meg te. És ez is egy vállalkozói döntés, hogy persze ott is lenne egy csomó bevétel, biztos annak is lenne éppenséggel helye, de nincsen rá szükségem, mert nem érzem, hogy ez rezonálna velem. És vállalkozóként, hogyha tényleg bőségben tud az ember gondolkodni, a bőségben tudja látni a világot, akkor lesz egy csomó olyan lehetőség, amire nem csap le, mert egyszerűen lehet, hogy sok pénz lenne benne, de nem az, ami neki energiát ad, vagy lelkesedés lendületet. Igen, és hát még egy dolog hozzátartozik ez, ami szintén egy nagyon pozitív dolog. Mindjárt veszünk a pénzről is, mert ugye a pénzről nem beszéltünk eddig, és nem akarunk álszentek lenni, de ami nekem még egy nagyon fontos dolog, hogy akkor, amikor társakkal dolgozom, akkor bele tudom adni az én tudásomat, tehetségemet, viszont amiben nem vagyok olyan jó, abba bele tudja adni a másik a tehetségét és a tudását. És például ezért szoktam említeni a társamat, a Reményi Lacit, akivel együtt dolgozom több mint 20 éve, akitől működik a cég, amit én kitalálok sokszor. Tehát egy nagyon, attól függetlenül, hogy ő is nagyon kreatív és probléma megoldó, azért mégis én vagyok az, aki úgymond kitalálja a jövőt, és ő meg azt mondja, István, jó, de ezt meg is kell csinálni, és ő segít abban, hogy meg is csináljuk. Vagy például a Bencével, amikor a könyvíráshoz én nem értek, és együttműködésben szerintem egy csinálatos dolgot hozunk létre. Úgyhogy én ezt is fontos dolognak tartom, hogy tudsz olyan emberekkel dolgozni, akikkel baráti, meg üzleti szinten is kiegészítetek egymást, és egyszerűen kaptok egymástól, támaszkodhatok egymásra. Ez munkahelyen nem annyira szokott lenni. És még egy dolog itt a számomra az utolsó listán, amiről beszélni kell, nyilván az anyagiak is. De az anyagiaknál két dolgot látok, hogy az anyagiaknál egyrészt nincs limit, amit beszéltünk, de nem csak az, hanem azt látom, hogy sok esetben egy csomó minden dolgot sokkal jobban el tudunk számolni. Adózás szempontjából azért a vállalkozóknak áll a világ, azt azért meg kell mondani, pláne 27%-os áfa mellett, ugye, amit a magánember bármit vesz, én azt nem mindent nyilván, de egy jó részét el tudom számolni, és az áfát eleve visszaigénylem. Tehát nyilván van egy nagyon nagy anyagi előnye is, és talán az anyagi résznek nem is az a legfontosabb lényeg, hogy én többet keresek sokkal, mint egy alkalmazott. Van olyan barátom, aki alkalmazottként a többszörösét keresi, mint én vállalkozóként. Viszont egy dolog, az időlimit az megjelenik. Ez azt jelenti, hogy olyan 45-50 év fölött már nem biztos, hogy nagyon kell lesz annak a munkahelynek, vagy bármilyen munkahelynek, ahol sok pénzt adnak. És ezért a vállalkozói létbe előbb-utóbb vagy belekényszerülsz, vagy a szegénységbe, de
de az a fajta tündöklés, ami egy fénykorában az alkalmazottaknak, akár vezetői pozícióban, akár egy multinál nagyon szuper tud lenni, azért én láttam egy jó pár csillagot lehullani, és nem azért, mert ők rossz emberek voltak, rosszabbul teljesítettek, vagy bármiféle gond lett volna velük, vagy önhibájuk lett volna, hanem egyszerűen mondjuk az egyik telekom cégnél dolgozott a húgomnak a legjobb barátnője, és egyszerűen az egész menedzsmentet, a senior menedzsereket kompletten lecserélték fiatalabbakra, fel annyiba kerül, kétszer jobban lehet hajtani, nincsenek gyerekei még, és itt tovább karrier, az éhesebbek, harapósabbak, és egyszerűen bármit tett, kidobták. Annak ellenére, hogy nagyon sokat köszönhet neki ez a cég, mert marketing területen volt vezető. Tehát ez véges dolog. A vállalkozói lét pedig szerintem nem. Jó, nyilván fizikai munkába vállalkozni az ugyanúgy fölőrölheti tehát egy vízvetékszerelőnek, vagy egy büfésnek, tehát vendéglátó területen tényleg a szervezetet is pusztítja, de a legtöbb területen a vállalkozó úgymond nem öregszik ki, hanem nemesebb, értékesebb, tapasztaltabb lesz. Tehát ezt nem tenném közvetlen összehasonlításba, hogy most mennyi a jövedelme, meg azt is figyelembe venném, hogy meddig és milyen módon tud úgymond a második félidő, vagy az utolsó harmadban mondjuk élni, és ez nem mindegy. Igen, ez szerintem arról van szó, hogy kiül a sofőr ülésnél, tehát akkor, amikor téged egyik pillanatra a másikra elküldhetnek, akkor ott azért valószínűleg nem te, mert egy sofőrt nem fognak elküldeni egy mozgójárműből, viszont ez is egy döntés kérdése, hogy hol érzik kényelmesebbnek magát az ember a Mitfahrernél, tehát aki úgymond navigál, aki adott esetben beleszól, vagy akár véleményt mond, döntést készít elő, vagy pedig konkrétan az, aki a pedálon játszik, meg kormányoz, meg kiteszi. Meg eldönt, hogy hova megy a busz, ugye? Hát eldönt, igen, hogy hova megy. Igen, lényegében igen. Ez egy nagyon érdekes dolog. Pont a Bob Proctornak, mármint úgy értem, a Cindy Gallagherre való közös céljuknek lesz most egy ötnapos ilyen High Income Habits nevezetű ötnapos webinárium, nagyon érdekes, kíváncsian várom, úgyhogy az lesz nem sokára, és pont a Bob a bevezető videó, az előkészítő videóban játsszák vissza egy előadását, ahogy az autó vezetéshez hasonlítja sokszor az életet, vagy a vállalkozást, pont, hogy te mondtad, hogy a legtöbb ember nem a kormánynál ül, hanem hátul, és kiabál a sofőrnek, hogy hát nem arra akarok menni, de hát hátul ül, arra megy, amerre a sofőr vezet, úgyhogy ezért fantasztikus vállalkozni. Igen, és hogyha már említetted ezt az ötnapos programot, akkor most fut ugye a Profit Duplázó hét. Igen. Ugye tegnap volt az első napja, és hát ide is még lehet csatlakozni, aki nem tette meg ezt hétfőn, de egészen vasárnapig. Köszönöm ezt, hogy említed, így van. Tehát elindult a Profit Duplázó hét, ahol nagyon-nagyon sok tudás van ahhoz, hogy fantasztikusan tudjál vállalkozni. Úgyhogy a videó alatt még, ha nem regisztráltál, tudsz regisztrálni ingyenesen a linken bejövő oldalon, alul kikettőd az adataidat, és ingyenesen kérem, és hozzá fogsz tudni férni. Bence, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Így gondolom, hogy fantasztikus vállalkozni, és ebben próbálunk segíteni például a Profit Duplázó héttel, illetve hamarosan elkészülő könyvünkkel. Aki esetleg még nem vállalkozó, de meg akarja próbálni ezt a területet, ahogy mondtam, minél korábban annál jobb, mert egy idő után a legtöbb ember vagy szegény lesz, vagy muszáj lesz neki vállalkozni, attól tartok. Igen, egyébként, hogyha szeretnétek, hogy a másik oldaláról a vállalkozói életnek is beszéljünk, akkor mindenképpen azért jelezzétek nagyon szívesen, mert nem akarunk semmit sem a szőnyeg alá söpörni, de ezt azt gondolom, hogy ha tényleg a jó oldalát le kell festeni, vagy arról tényleg még tudnánk beszélni, most időhiány miatt így úgy tudtuk így összesűríteni, hogy így is egyébként nagyon sok azonos gondolatot fogalmaztunk meg, úgyhogy nagyon örülünk, hogy követtek bennünket, és reméljük, hogy hozzájárulunk a vállalkozói sikeretekhez. És nem tudom megállni, hogy egy végső point, vagy végső sztorit hadd mondjak. Nálad pici a baba, nálam kicsi az unoka,
Szóval az unokával, meg a babával is, a gyermekünk is nagyon sok öröm van, de van mellette szaros pelenka is. Majd egyszer beszélünk erről. Bence, nagyon köszönöm a beszélgetést, sok sikert mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!